Tegnap sok új hír érkezett Kupjánszk irányából. Itt az erdőtől délre hirtelen heves összecsapások törtek ki. Amint az később kiderült, az oroszok befejezték az átcsoportosítást, és újabb támadási hullámot indítottak szünkivka ellen. Szünkivka a kulcsa a Kupjánsztól északra elterülő műveleti tér felszabadításának, és egyben az orosz előrenyomulás lehetővé tételének, így nincsen benne semmi meglepő, hogy a támadó műveletek intenzitásait újból nő. Ami meglepő viszont az az, hogy az oroszok anélkül indították el ezt a támadást, hogy megfelelően előkészítették volna. Amint arra korábbról emlékezhettek, az oroszok próbálták már bevenni Szinkivkát frontális támadással. Bár az akció kezdetén voltak kisebb sikereik, az ukrán ellentámadások végül nem csak visszaszerezték a faluban elvesztett állásokat, hanem vissza is szorították az agresszort az erdőbe. Ezután az oroszok megpróbálták újra gondolni a módszerüket, ami aztán úgy tűnt, hogy jelentős taktikai kiigazításokat hozott. Amint azt számos katonai elemző megjegyezte, ezek a korrekciók az erdőben történtek. Az oroszok megpróbálták elfoglalni a település előtti erdő legalább egy részét, hogy kiküszöböljék azt, hogy az ukránok oldalba támadhassák őket. Ezzel próbálták kiszélesíteni a potenciális támadási szögek körét. Ezokból az erdőben intenzív összecsapások zajlottak. Annak ellenére, hogy egyes orosz állítások szerint az erdőben fokozatos előnyökre tettek szert, ezeket a kijelentéseket nem sikerült alátámasztaniuk. Logikusan átgondolva, ha az oroszok valóban mélyebbre tudtak volna hatolni az erdőben, akkor új támadási irányokat is nyitnának. A geolokációs felvételekből származó bizonyítékok azonban azt mutatták, hogy a legutóbbi orosz támadások még mindig ugyanazokat a területeket célozzák meg, mint korábban. Ez közvetlen megerősítése annak a ténynek, hogy az erdőben harcoló ukránoknak sikerült visszaverniük az orosz támadásokat úgy, hogy az erdő természetes akadályait használták ki a gépesített támadások ellen, valamint csapdákat és aknákat telepítettek a gyalogsági támadások visszaverésére. A sikeres ukrán védelmi művelet az erdőben nem hagyott más lehetőséget az oroszoknak, mint hogy az aknákkal terült területeken keresztül nagy veszteségekkel járó támadásokat hajtsanak végre az ukrán védelmi állások felé. Oleg Szünehubov, a Hárkivi Katonai Közigazgatás vezetője szerint az orosz erők gépesített támadások sorozatát hajtották végre, harckocsik helyett most MTLB páncélozott harcjárműveket használva. Egyes orosz források arról számoltak be, hogy két napos megállás nélküli harcok után az orosz erőknek sikerült több ukrán lövészárkot elfoglalni a falu előtt. A geolokációs felvételeken több összecsapás látható, melyek megerősítik ezeket az előretöréseket az erődítmény északkeleti részén. Ezen túlmenően az orosz hírügynökségek legutóbbi jelentései szerint megnövekedett a partizán tevékenység. Ennek célja az ukrán logisztika megzavarása szabotás akciókkal legalább 5 Kupjánztól északkeletre és délkeletre fekvő faluban. Ezek az akciók arra irányultak, hogy felerősítsék a legújabb orosz támadások hatását és megzavarják az ukrán logisztikát. Végül mindkét oldal forrásai megerősítették, hogy az oroszok visszaszerezték az ellenőrzést a Szünkivka és az erdő közötti lövészárok területe felett. Az ukrán 30. gépesített dandár által közzétett geolokációs éjjeli felvételeken az látható, hogy a tüzérség ezeket az újonnan elfoglalt orosz állásokat célozza. Úgy tűnik, hogy ezek a lövészárok állások egy kis elszigetelt fás ligedben vannak Szünkivkától északnyugatra, körülbelül 600 méterre az erdő szélétől. Egy másik videón az is jól látható, hogy milyen közel vannak egymáshoz az orosz és az ukrán állások. A konkrét felvételen az a döbbenetes pillanat látható, amikor két orosz katona elhagyja állásait, hogy megrohamozza az alig néhány méterre lévő ukrán pozíciókat. Az oroszok pehére egy ukrán felderítő drón épp rögzíti a támadási kísérletet. A drón kezelője folyamatosan nyomon követte az orosz katonákat futás közben és figyelmeztette bajtársait, akik aztán még közelettükben végeztek a támadókkal. A felvételek is bizonyítják, hogy mennyire fontos a folyamatos éberség, különösen ilyen közeli ellenséges állások esetén, és hogy a drónok létfontosságúak ebben a háborúban, nem csak a támadó akciókban, hanem a védelmi szerepkörben is. További felvételek az ukrán ellentűzérségi tüzet mutatják akció közben. Az oroszok a támadások előtt tüzérségi előkészületeket végeztek, felfedve ezzel pozíciójukat. Egy pár pillanattal később a videón látható, amint egy miszta S önjáró löveget eltalál az ukrán ellentűzérség tüze. A legújabb felvételek azt mutatják, hogy az ukrán FPV drónok üzemeltetői igyekeznek egészen Limán Persig, a térség legjelentősebb orosz támaszpontjáig elrepülni és ott értékes kalpokat szerezni. A konkrét videón egy, a településen lévő orosz drón üzemeltető bázis elleni támadás látható. Összefoglalva, az orosz erőknek az erdőben folytatott támadásaikat követően sem sikerült jelentősen javítani a helyzetükön. Mivel nem sikerült növelniük a lehetséges támadási szögek tartományát, felörlő harci taktikához folyamodtak. A kontaktvonalra koncentrálták erőiket, majd ezekkel a csapatokkal marginális előrenyomulást értek el. Az ukrán erők továbbra is éberek számos drón és tüzérségi erőforrás áll rendelkezésükre, melyekkel igyekeznek felszámolni ezeket az orosz élő erőkoncentrációkat, így gyengítve az orosz támadási erőfeszítéseket. Egyébként az egyik oka annak, hogy az orosz offenzívák kupján térségében kevesebb sikert hoznak az az, hogy az ukránok arra kényszerítették az oroszokat, hogy néhány egységet más frontokra helyezzenek át, hogy ezekkel aztán stabilizálják az ott kialakult helyzetet. Tegnap kiadtunk egy új stratégiai áttekintés videót, amelyben azt elemezzük, hogy az ukránok hogyan használták ki az oroszországi betöréseket annak érdekében, hogy elérjék azt a stratégiai célt, hogy az oroszokat arra kényszerítsék, hogy beáldozzák a kupjánszki offenzívájukat. Ha meg szeretnéd nézni ezt az elemzést és a korábbi stratégiai áttekintés anyagainkat, kattints a videó leírásában lévő linkre, ott válhatsz csatorna taggá. Dobj egy lájkot, ha informatívnak találtad a jelentésben hallottakat, a kép jobb oldalán látható zászlóra kattintva iratkozhatsz fel a csatornára, vagy légy a támogatónk, s a Heimars szint felett már este 8 előtt is megnézheted a legújabb jelentést. Köszönöm a figyelmet, találkozzunk a következő jelentésben.